nem lesz hosszú a rendezvényig. Sőt, mikrofon kifejtjük. Karácsony Gergely. Jó napot kívánok! Már csak néhány óra, már csak egyet kell aludni, és elindul Magyarországon az a változás, amiről az elmúlt hónapokban a kampányban olyan sokat beszéltünk. Magyarországnak változásra van szüksége. És van a kezemben ez a fajta ígéret, ha úgy tetszik. Arra szövetkeztünk, arra hoztunk létre szövetséget, az ellenzéki oldal talán legerősebb szövetségét, hogy megváltoztassuk Magyarországot. Számunkra a kormányváltás egy nagyon fontos eszköz, de nem cél. Nekünk az a célunk, hogy Magyarországot megváltoztassuk méghozzá, úgy, hogy az közös otthona legyen minden magyar állampolgárnak. Hogy olyan kormányunk legyen és olyan kormányzás a hétköznapokban, ami a hétköznapi emberek hétköznapinak tűnő problémáival foglalkozik, de mi pontosan tudjuk, hogy ezek a hétköznapi problémák valójában a nagy nemzeti ügyek. Az elmúlt 8 évben a politika az kiköltözött onnan, ahol dolga lett volna, hogy rendbe tegye a magyar emberek ügyeit. És beköltözött oda, ahol semmi keresni valója. Beköltözött a lelkekbe, beköltözött a családok közé, visszájszított, embereket fordított egymással szembe, és olyan problémákat vetített föl, amelyeket nem tudott és nem is akart megoldani, ahelyett, hogy azokkal foglalkozott volna, amiket viszont valóban meg kellene oldani. Április 8-án a választópolgárok arról szavazhatnak-e, hogy lesz a Magyarországon igazi érdemi kormányzás, amely nem ellenségi képeket keres, hanem megoldja azokat a problémákat, ha úgy tetszik, azokat az ellenfeleinket, amelyekkel az elmúlt 8 évben nem foglalkoztak. Megoldja azt, hogy legyen rendes iskolája a magyar családoknak és gyerekeknek, hogy legyen Magyarországon rendes egészségügy, hogy a nyugdíjasok és a bérből élők megkapják a tisztességes jövedelmüket. Ha úgy tetszik, mi egy rendkívül hétköznapi programmal indulunk, mert azt gondoljuk, hogy a politika az a szolgálatról szól. Azok az ígéretek, amelyek itt szerepelnek ezen a kis gömbökön, ezek nem légből kapott ígéretek, hanem arról szólnak, hogy végre a politika az azzal foglalkozom, ami a dolga. És a politikusok felejtsék el azt, hogy a legfontosabb céljuk az, hogy valahonnan, onnan a várból, onnan a harmadik a Kolostor erkélyéről egyébként törvényellenesen engedélyezett erkélyről lenézzenek a magyar népre. Nekünk az a dolgunk, hogy itt legyünk, és ott legyünk mindenhol, ahol probléma van. És ott kormányozunk, és ott politizáljunk, ahol a problémákat megoldani kell, és nem újabb problémákat generálni. Ez lesz a mi kormányunknak a programja. Mi erre szövetkezünk, és erre kérjük a választópolgárok bizalmát. Mi nem szolgálva akarjuk tenni a magyar népet, hogy onnan fentről lenézhessünk rájuk, mint régen Horthy Miklós, vagy éppen a Habsburg uralkodók. Nem azért, hogy itt legyünk, ahol a problémák vannak, ahol az emberek vannak, és ahol az emberek problémáit meg kell oldani. Köszönjük szépen, én rövid leszek. A Magyarországon olyan időszak van, most az április, hogy az ünnepek torlódnak, hiszen a húsvét után most rögtön karácsony jön, nem lesz fehér a karácsony, jó idő lesz holnap. Viszont arra gondoltuk, hogy szimbolikusan ezt a karácsonyfát itt fel is állítjuk a parlamentnél, hogyha Orbán Viktor kinéz dolgozószobájából, hogyha itt van, akkor lássa azt, hogy holnap utántól kezdődően a miniszterelnök nevét úgy fogják hívni, hogy karácsony. Karácsony Gergely, van remény, én a remény kis gömbjét fogom felhelyezni erre a fára, hiszen ma már az emberek tudják azt, hogy az esélyes jelöltre szavazással le lehet váltani a kormányt, és hiszem azt, hogy tudják, hogy egy világos, egyértelmű jövőt választottak maguk számára, hogyha a 9-es listára, az MSZP párbeszéd listájára szavaznak, úgyhogy holnaptól változás, és van remény, hogy ez megtörténik. Köszönjük szépen, hogy eljöttek! Köszönjük szépen, hogy eljöttek, és jöjjenek holnap szavazni.